Néhány ezren tiltakoztak tegnap este a kormánypalota előtt és az ország több nagyvárosában az igazságügyi törvényeket módosító 2019 per 7-es sürgőségi kormányrendelet ellen. A főleg fiatal résztvevők a kormányrendelet alkalmazása ellen szóló jelszavakat skandáltak, előrehozott választásokat követeltek. Egyesek a DNA bukott főügyészét Leura Kodrucák kövesit éltették, Vöröspestisnek nevezték a fő kormányerő PCD-t, a tiltakozók zászlókat lengettek és táblákat tartottak a magasba. Vőrika Döncsül a miniszterelnök a rendelet kapcsán megbeszélésre hívta a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagjait, valamint a bírák és ügyészek szakmai szervezeteinek egy-egy képviselőjét. Azt mondta, a rendeletet nem vonják vissza, azonban ha elfogadható érvek szólnak mellette, bizonyos pontokban módosíthatnak rajta.